Városnap, 26 éve nyilvánították várossá Balatonföldvárt. Kultkikötő megnyitotta kapuit a Földvári Összművészeti Fesztivál. Múzeumok éjszakája nyitott kapukkal, színes programokkal, éjszakai tárlatvezetéssel várták a látogatókat. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Balatonföldvár városá nyilvánításának 26. évfordulója alkalmából egész hétvégén programokkal készültek a somogyi településen. A koncertek, kulturális programok mellett elismeréseket is átadtak. Legyek a fáradt illákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen. A Balatonföldvári fuvoszenekar műsora nyitotta meg az ünnepséget a hétvégén. Őket követően bemutatkozott az általános iskola több csoportja is. A legkisebbek kalocsai táncokat adtak elő, a nagyobbaktól pedig a Pál utcai fiúk, Mi vagyunk a grunzenés táncos előadását láthatta a közönség. Viczman Mihály országgyűlési képviselő köszöntőjében úgy fogalmazott, Balatonföldváron kézzelfogható a dinamikus fejlődés. Hiába a pályázati támogatás, hiába a lobby, hiába a jó pályázatok, hiába a pályázatírók, a projektmenedzserek, a kivitelezők, hogyha nincs meg az összhang, az összefogás és az együttműködés, a tenni akarás, akkor azt gondolom, ezek az eredmények nem elérhetőek. Huszti Gábor a megyei alelnök szerint Balatonföldvár büszke múltjára, de a jelent éli, ami a jövőnek mutathat utat. Olyan példaérekű fejlesztés indult el, ami számszerűsítve úgy néz ki, hogy 1,2 milliárd forint csak a területfejlesztési program keretében kerül ide Balatonföldvárra, és már jó része került is. Ha úgy tudom, jövő héten is egy átadásra készülnek, amihez szívből gratulálok. Holovics Huba polgármester elmondta, a földváriak akarata és küzdelme nagy mértékben segíti a város fejlődését, jövőjét. Higgyünk abban, hogyha az ember sok kis dolgot megteremt, megváltoztathatja, otthonává teheti azt a természet adta helyet, ahová a Jóisten rendelte. Ha hiszünk ebben, és mindent megteszünk azért, hogy ezek az embert mérő, öröklött és megszerzett sajátosságaink, tulajdonságaink, értékeink velünk és a mieink maradjanak, akkor nem tévedhetünk el a számunkra kijelölt úton. Az ünnepség végén átadták a díszpolgári címet, amelyet Pentaller István, az iskola egykori igazgatója kapta. Őzvegye meghatódva vette át az elismerést. Dr. Bubó, Kemény Kalap és Krumplior, vagy éppen Kripli Mari. A Rockszínház 2018-19-es évadát mutatták be vasárnap. Izgalmas előadásokkal készülnek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Hújjon le a lepel a következő évadról! Vasárnap mutatták be a Rockszínház 2018-2019-es évadát. Most is minden korosztályra gondolva számos izgalmas darabot válogattak össze. Felnőtteknek Vajda Katalin Ankonai Szerelmesek című zenés kabaréját fogja játszani. A gyerekeknek Romhányi József Dr. Bubó, ez családi musical, úgyhogy természetesen a családokat is várjuk. Csukás István, Varga Bálint, Kemény Kalap és Krumplior című musicalét állítjuk majd színpadra. A nagy sikerre való tekintettel folytatjuk a Színházi Legendák beszélgetés sorozatát is a legendák színészeivel. A közönség három vendégelőadást is láthat, a Kripli Marit, a Kékszakálú Herceg csodálatos világát, valamint Koltai Róbert főszereplésével a Batang felét. A legkisebbeknek interaktív műsorral, a nagyobbaknak pedig zenés irodalmi összeállítással készülnek. Műsoron marad az Indul a Bakterház, a Sosem halunk meg és a Kávéház. A 2017-2018-as évadban 55 alkalommal voltak délutáni, esti előadásaik és az ország számos pontján felléptek 30 alkalommal. Az évad ismertetőt követően 60 tanodás mutatkozott be az idei év anyagából. Idén kezdtem el járni, táborba voltam itt először, és annyira megtetszett, hogy már egyből ide kellett jönnöm. Hát most igazából táncolni fogok. Az Óza nagy varázsló és Süsű a sárkány darab örökzöldjei is felcsendültek az estén. Immár 5. alkalommal rendezték meg Balatonföldváron a sárkányhajó gyorsulási bajnokságot. A versenyen 16 csapat indult, mindjárt mutatjuk a részleteket.
Színházi ősbemutató, Blaha Lujziána szimfoni koncert, gyermekelőadás elindult hétvégén a Kultkikötő Összművészeti Nyári Fesztivál 13. évada. Idén Balatonföldváron, Balatonbogláron, Balatonfenyvesen és már Badacsony-Tomajban is várják kulturális programok a magyar tengernél pihenőket egészen augusztus végéig. Nincs minden lakásban rendes fürdőszoba, valakinek csak a lavor jut. Fizet engedsz egy lábosba, megmelegíted, áttöltöd a lavorba, így mosdasz meg. Előbb a gyerekek, aztán a nők, végül a férfiak, majd a fogmosás és a beretváltozás. Vagy előbb az, aki tisztább, aztán az egyre koszosabbak. Az Anyám a 8. kerület című darab szereplőjének viszont kádja van, irigylik is emiatt a szomszédok. Pál Dániel Levente az Úr 8. kerülete címmel tavaly megjelent kötetét olvasta a Vida Péter színművész. Annyira megtetszett neki a történet, hogy Znamenák István rendezésében előadás is készült belőle. Ennek ősbemutatóját a Kultkikötő balatonboglári helyszínén tartották. Általános emberi örök dolgokról szól, annak az apropóján, hogy él egy fiatal ember, egy majdnem pont ugyanolyan korú, mint én, a 8. kerületben az ő kis mikrovilágában, naplójegyzetei alapján saját magának idézi fel az életét dünnyögve a fürdőszobában. Tehát nem az a helyzet, hogy egyértelműen a közönségnek beszélek, visszajelzést várok, mint esetleg egy stand-up comedy show-ban. Ez egy monodráma. A könyv történetét az élet adta, mondta a szerző Pál Dániel Levente. Az utcán. Nagyon röviden. A 8. kerületnek az utcáin. Én oda költöztem, elkezdtem mászkálni, én nem akartam a 8-kerről könyvet írni, semmit, egyszerűen adta magát. Mentem le vásárolni, mentem haza, el otthonról, és ott hevertek a történetek. Nagyon nem hevertek, beszélgettek a kisbolt előtt, a busz megállóban, leszólítottak este, nekem jöttek, engem szólítottak meg. Egy idő után ez elkezdett tudatos lenni, gyűjtöttem magamnak. Mondjátok, hogy ez A Kultkikötő nézőiről készültek a képek, amelyek pár perc múlva már ki is kerültek a falakra az idén fellépő művészek molinója mellé. Ezt a kiállítást a közönség alakítja. Akinek kedve van, megörökítetheti, hogy nyáron a Kultkikötőben kapcsolódott ki. A Kultkikötő csapatának fotója is már a falakon. A szervezők abban bíznak, hogy hamar megtelnek a falak fényképekkel és ezáltal élményekkel. Az idei 13. évad mottója a szabadság on. A programokkal a cél, hogy a vendégek nyaralásuk során minőségi szórakozáshoz és közös élményekhez jussanak. Idén 4 helyszínen több mint 200 koncert, színházi előadás, gyermekprogram, humorest várja a közönséget. Amíg a Balatonföldvári helyszíne egy nagy színpad, nagy nézőtérrel, addig a Balatonboglári egy nagyon csendes és innyenceknek való nézőtér, a Fenyves az a gyerekeké és a vidámságé, míg a Badacsonyi helyszínünk a friss teraszon igazán, de volt a fiatal formációké, zenei és színházi formációké lesz a főszerep. A nyitó hétvégén a színházi előadások mellett a gyerekeknek szólt az Irános Színház Pinocchio előadása. A zenekedvelők sem maradtak program nélkül, a Blaha Lujziána szimfonikusokkal lépett közönség elé a Balatonföldvári nagyszínpadon. Kicsit kitérni a komfortzónánkból, és olyan dolgokat kipróbálni, ami még nagyon-nagyon és abszolút belefér a zenekar világába. 10 vonóssal, 3 fúvóssal egészült ki a Blaha Lujziána erre a koncertre, de egy Hammond orgona is helyet kapott a színpadon, ahol egy új dal is szólt a szimfonikusokkal. Annyira nem lettek mások a dalok, inkább sok dal így kezdett el igazán élni, hogy egy ilyen komolyabb zenészekkel el van játszva, mint például a We Can Say Goodbye című dalunkat, én nem a Gábor alapvetően így álmodta meg. Én azt mondom, hogy inkább más színt kaptak a dalok. A szimfoni koncert a Blaha Lujziána 2017-ben megjelent második nagy lemezének anyagából készült. Ezt a produkciót januárban már láthatta Budapesten a közönség, legutóbb pedig a Kultkikötőben is szóltak a dalok szimfonikusokkal.
Több nyári orvosügyelet lesz idén a Balatonnál. A déli parton Balatonboglár önkormányzata szervezi meg az orvosi ügyeleteket, amelyre már teljesen felkészültek. A nyári szezonra a Siófoki Kórház is felkészült. A sürgősségi osztályon ebben az időszakban több vendégorvost alkalmaznak, hiszen a nyár nagyobb terhelést jelent az egészségügyi intézmény számára is. Mátyáskori pénzveret, családfakutatás, régészkedés, vagy éppen több tucatnyi veterán autó. Idén is különleges estére, éjszakára várták az érdeklődőket Kaposváron a Riprónai Múzeumban. A múzeumok éjszakája az elmaradhatatlan tűzugrással ért véget. Készül a portré agyagból. A szobrászattal ismerkedtek a gyerekek a múzeumok éjszakáján. A másik standnál pedig a régészet tudományába leshettek bele, a sírládába csontokat kellett megtisztítani. Határozott szép üdés, kérek szépen! Nagy volt a keletje a pénzverésnek is, Mátyás korabeli érmekkel térhettek haza az ügyes kezűek. Ebben az évben is kapcsolódott hozzánk a levéltár. Ők a családok és a kultúra témakörben több előadást is tartanak itt a Xanthus teremben. Érdekesség még az, hogy ha a családfa kutatásra gondolunk, akkor nagyon sok hétköznapi ember is kíváncsi arra, hogy honnan származik, honnan jött, kik lehettek a felmenőik, és ők ebben is tudnak nekünk segítséget nyújtani. A másik asztalnál festészet, kicsit arrébb pedig tutora népi hangszerkészítés várta a gyerekeket. Csinálunk lyukat a fába, és akkor bele kell fújni. Sikerült megszólaltatni? Igen. Nem csak a múzeum udvara, hanem az előtte lévő tér is benépesült. Lovász Márta ruháit mutatták be modellek, a háttérben pedig különleges veterán járművek díszelektek. 30 járművet hoztunk, a legrégebbi jármű 1926-os Renault Aron, van második világháborús járművek, Willys Jeep, van 30-as évek amerikai autója, egy 39-es évjárató Buick, Cseppel teherautó, motorkerékpárok. A 145 lóerős Buick csodájára jártak a látogatók, minden eredeti rajta, még Al Capone is ilyen járművel utazott. A második világháború előtt született, 36-ba a Buick gyár majdnem csődbe ment, akkor kezdtek el fejleszteni egy új szériát, ez annak már a része volt. Ez annak az időnek a leggyorsabb amerikai autója, szériába gyártott amerikai autójának számít. Több mint 160 km/h a végsebessége. Aki pedig megéhezett, az a gulyás ágyúban főzött andrási gulyást is megkóstolhatta. A múzeumok éjszakája tűzugrással zárult Kaposváron. Az elsőfokú viharjelzés ellenére is sokan hajóztak ki a Balatonon hétvégén. Az időjárás viszontagságai miatt 11 embert kellett kimentenie a vízirendészet munkatársainak. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság továbbra is felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, váltakozó időjárás kihat az emberi szervezetre, elsősorban az idősebbekére. A vízen különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet. Futottak, úsztak, kerékpároztak és kajakoztak, mintegy 400-an vettek részt a Desedán rendezett Extreme Man versenysorozat kaposvári fordulóján. A résztvevők komoly harcot vívtak az élénk széllel, de profik és amatőrök egyaránt elszántan vágtak neki az embert próbáló versenynek. Az utolsó nyújtások az indulás előtt. Volt, aki még a kerékpárját ellenőrizte, mielőtt rajthoz állt. Letícia Pécsről érkezett, első versenyére készül. Ez az első triatlon versenyem, bízom benne, hogy több amatőr van rajtam kívül. És hát készülök. Igazából a nagyatádot csináljuk párosba a barátnőmmel, de ez mégis azért más. Nem csináltam még soha nem ilyet, és tiszta ideges vagyok. A Belügyminisztérium országos triatlon versenyét is most rendezték meg. 8 váltócsapat, 23 egyéni férfi és női nevezés érkezett. Hát a sprint elv egyéniben azt jelenti, hogy egy 750 méter úszásból áll, ezután következik a kerékpár 20 kilométeres távon, és ezután jön a futás, ami ugye egy 5 kilométeres, mondhatjuk, hogy a levezető távok számít. Sokan már visszatérő triatlonozók. Az egyik kaposvári tűzoltót gyermekei biztatták indulás előtt.
5 évnél régebb óta űzi ezt a sport, akkor már van egy kis tapasztalata, és ha így nézzük, akkor igen, akkor mondható rutinosnak már 10 évekre visszamenőlegesen versenyzünk, meg már Nagyatádon Ironman-t is már többször teljesítettük. A résztvevők szerint a verseny komoly erőpróba, ezúttal pedig a széllel is harcolniuk kellett. A napsütés az gyönyörű, de a szél az nagyon kellemetlen lesz, pontosan szembefúj a tó felületén, úgyhogy küzdenünk kell majd a hullámokkal. Miért jók szerinted ezek a versenyek? Egyrészt megmérjük magunkat, hogy mennyit tudunk, már az idősebb korosztály is, mint én vagyok, meg hát egy csomó emberrel találkozunk itt, tök jó barátságok alakulnak ki. Az úszást követően a versenyzők kerékpárjukra pattantak, levezetésként a futás következett, a kvadratlon indulóinak pedig kajaktudásukról is számot kellett adniuk. Camaro és Corvette, Mustang nem volt hiány az amerikai filmekből is ismert különleges járművekből Zamárdiban. Itt rendezték ugyanis a 10. nemzetközi amerikai autós és tuning találkozót, amelyen nem csak fotózni lehetett az autókat, hanem a tulajdonosok meséltek is járműveikről az érdeklődőknek. Sorban készültek a fotók a különleges amerikai autókról Zamárdiban. Ormos Péter az érdeklődőknek belülről is megmutatta különleges járművét, de az autó motorházába is bárki beleshetett. Kerestem egy kabrió autót, és végül is nem találtam megfelelőt, mert nagy darab, vagy a kicsi autók voltak, és valaki ajánlott, hogy nézzek amerikai autót, és akkor egy öreg Sebringet, egy Chrysler Sebringet találtam, és ott meg is született a szerelem. Azóta csak amerikai autóim vannak. Ez a kocsi, ami itt látható, ez egy 6400 köbcentis kompresszoros DOS Challenger. Az amerikai autók tulajdonosai szerint több érv is szól a tengeren túli járművek mellett. Egyrészt ugye, hogy nagyon, nagyon erősek, és van bennük egy olyan szabadságérzés, amit talán a többi autó nem ad meg, illetve ezek Európában, és nem csak Magyarországon olyan egyedi értéket képviselnek. Az Zamárdi kempingbe nem csak az amerikai autókat és tulajdonosaikat, hanem az érdeklődőket is várták az elmúlt napokban. Látnivalóból akad bőven, hiszen számos márka különleges autóját lehetett szemügyre venni. Kedelem már régóta. Annyira nem, hogy nekem is legyen, de ugye gyerekkorból, filmekből, innen-onnan mindig láttuk ezeket az autókat, most legalább élőben is lehet egy kicsit. Melyik tetszik a legjobban eddig? Nekem a Mustang. Nagy Mustang mániás vagyok egyébként, úgyhogy csak az. Mindenki megtalálhatta a kedvencét az autós találkozón, amelyen épített és tuning járművek, valamint amerikai csodajárgányok egyaránt felsorakoztak. Camaro. Nekem az az abszolút kedvenc. Hát nagyon sok, nagyon sok. Mondom, nekem a Camaro van az első helyen, ő nem tudom, hogy mit vinne haza. Mit vinnél haza? A kis Dodge-unkat szívesen hazavinném. A Camarót, többiekről még nem tudok, mert ott még nem jártunk. Több napos programra érkeztek a résztvevők a 10. nemzetközi amerikai autós és tuning találkozóra Zamárdiba. Volt kipufogó hangnyomásmérés, autós limbo és autószépségverseny is. Ez egy életérzés igazából, a legtöbb azért hobbi autó. Régen napira használtuk, 90-es években, 2000-es évek elején, de mára már hobbi autók lettek, ezek gyűjteménybe való autó a legtöbb. Az amerikai autós klub tagjai különleges járműveiket legközelebb július 14-én mutatják meg Mogyoródon. Idén a térség 34 településének 37 strandja csatlakozott a Mozdulj Balaton szabadidős sportprogramhoz. Július 7-től augusztus 18-áig minden szombat délután és további két szabadon választott napon szervezett, ingyenes sportesemények várják az érdeklődőket. A strandokra telepített sporteszközöket bárki szabadon használhatja a rendezvényeken kívül is a hét minden napján. 16 csapat szállt vízre és fogott lapátot Balatonföldváron szombaton. Immár 5. alkalommal rendezték meg itt a sárkányhajó gyorsulási bajnokságot. A győzelemhez csapategység és edzettség egyaránt szükséges volt. Voltak csapatok, amelyek közös tornával melegítettek a verseny előtt. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a nagykanizsaiak magabiztosan nyerték első futamukat. A csapatban már rutinos sárkányhajósok és újoncok is lapátoltak. Nagyon jól tudtuk elkapni a rajtot, és egybe volt a csapatunk. Itt az volt a lényeg, hogy nagyon jól tudjuk elkapni a rajtot, és onnantól kezdve már tudtuk tartani a tempónkat. Az immár 5. Balatonföldvári sárkányhajó gyorsulási bajnokságon 16 csapat szállt vízre, köztük a házigazda földváriak is. Oh!
Rutinjukkal és edzettségükkel első futamokat ők is fölénnyel nyerték. Jó volt, nagy a szél, de élvezhető. Előről jött a szél, vagy hátulról kaptál? Szerencsére hátszélünk volt. A társaságnak a 80%-a szerintem olyan, aki már tavaly előtt is itt volt. Úgyhogy amikor tudunk munka mellett esténként kijövünk gyakorolni, ez azt jelenti, hogy most körülbelül heti 1-2 alkalommal. Nem csak az edzettségen és a csapategységen múlik a siker, ebben szerepe van a dobosnak is. A sztrókokat kell nézni, a legelsőket, és amikor az evező tolla beleér a vízbe, akkor kell megütni a dobot. Az 5. Balatonföldvári sárkányhajó gyorsulási bajnokságot a nagykanizsai Dragon Power nyerte, megelőzve a törökbálinti Tüzesvíz és Balatonföldvár 1-es csapatát. Városnap, 26 éve nyilvánították várossá Balatonföldvárt. Kultkikötő megnyitotta kapuit a Földvári Összművészeti Fesztivál. Múzeumok éjszakája nyitott kapukkal, színes programokkal, éjszakai tárlatvezetéssel várták a látogatókat. Híreinket megtalálják és elolvashatják honlapunkra a www.somogytv.hu oldalra kattintva. Változékony idő vár ránk, kedden hamarosan jövünk az időjárás jelentéssel.